Csak kézen akartam állni, bazd meg. Miért akartam kézen állni részegen, bazd meg? Na hát akkor jó napot kívánok mindenkinek. Újabb vlog következik. Urbán Csének a 20. születésnapja. Da. És itt vagyok most Ákossal. 5 óra lesz. És elmegyünk az Oceanba venni üdvözlőkártyát és milyonos pezsgőt. Többi opcionális. Meg alkohol. A többi opcionális, amúgy is. Szóval, ja. Tehát, ja igen. Amit kitaláltunk, mert mi Ákossal ilyen viccesek vagyunk, az az, hogy, hogy veszünk egy kiflit. Meg gyertyát. És akkor kifli lesz a Csabi ajándéka. Szóval, szóval, ja. Aztán a többit azt úgy is látni fogjátok. Meg kell tankolni az állatot. Az drága lesz, fiaim. Úgyhogy iratkozzatok fel, hogy tudjuk a bevételből finanszírozni a gurulást. Miből? Bevételből, bazd meg. 10 litró. Csak 10 litró, semmi több. Megszaladtunk a 10 litróval a kurva életbe. Ez annyi volt. Ez drága lesz. Hallod, fasz? Nem volt 5000 sem. Hogyha karambolozok, akkor inkább ő karambolozzon, mint én. Kinézem belőlük amúgy, hogy fejre állnak. Csabi 170 év, amivel megy, bazd meg általában. Csabi 170 év, megy közel a Borán a hátsó ablakon, bazd meg mutogat ki. Ezt tudja, hogy a gyereket el fogjuk hagyni, az kurva élet. Nem szabad pulolni, hogy vezetni kocsi, amúgy miért nézett ki ezen. Amúgy olyan gyerek, azt hiszem, 70-nel pulolt hátra. Igen. Tehát azért olyan medled volt, hogy egyszerűen valami ízé harkán, ez elviszi. Nézzel meg, mit csinált! 70-nel mennek! Ne jó! 70-nel mennek, bazd meg, és a gyerek az nézeket hátra. De hogy belemegyünk még ma nem tudom. Csak az, hogy van egy koncert, amit elnyomom. Ilyen tapsot nem kapott senki más. Úgy vártam már, mint a messiás. A vegyél már! Zög a stíl, ez a nem minden. Csabi, gyere! Csabi! Gyere, születésnapodra készültünk ajándékkal, mert hát születésnapod van. Boldog szülőnénapod! Boldog második születésnapod! Legyen meg akkor a vizék itt. Boldog kérdője! Várj, egy ilyen izé, ilyen Orbánosod. Így, így. Let's go! Jó, meg! Hey! Hoppá! Jó, anyád, ezt én választottam neked. Megette a levét az. Jó, amúgy készültünk rendes cumóval is, várja. Vettél a kízét? Akkor a Katos Attila két óra? Csináltam, hey, vettünk ilyet. Ilyen még nincsen! Ó, mekkora királyok vagyunk! Mekkora királyság! Hallod, nem tudod elkezdeni, hogy mennyit gondolkodszunk, hogy melyik legyen, mert hogy melyik nincs neked még. Próbáltuk visszakeresni az egy gyűjteményképeiretbe, az meg, hogy analizálás. Fuck. Nincsen még ilyen, de akkor nincs, jó van. Köszönöm szépen. Johnny Montana, Dolce & Furton, Jules Freiben, George & Tornio Plaza, Pulta Kevú, Kero, 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 Kero
megcsinált a harmadik évét. Az 4 évesen nem vagyunk. Yeah! Nem normális, Geci, nem normális. A few moments later. Csik, küldjetek segítséget! Nyomon? Küldjetek segítséget! Ne! Ah, ott lehúztam a könyököm. Nyomon. Hívjatok mentőt, Geci. Csabi kikötött a cipős üzemet, barna. Kurva anyád, nekem is baszlánk, imádom. Csabi! Te kurva! Csak kézen akartam állni, bazd meg. Miért akartam kézen állni részegen, bazd meg? Padvalom. Picsám! Gyere, főnök. Nyomod. Már itt vagyunk, itt a busz megálló, egy kettő perces, fél perces időnk. Srácok! Soha! Soha ne keverjétek, mert úgy jártok, mint én. Már nőnünk, meg ihonnan a lelek. Kösz. Még utolera hajna, hazafele Pestre. Nem tudom, hogy mennyi mindent bír még el a teste. Mindig túl magasra mentem ez a mesztem. Aztán kurva nagy a testem. De én ezt kérdezem, mert töltem, tudom magamat végezem. Nyomod? Nyomod, fasz. Hallod, ne tudd meg. Ez az egy óra, ez pokol volt. Hallottuk. Én már be... Hallod, mi Csabival még benn voltunk itt az ajtóba, bazd meg. És már onnan hallottuk, hogy... Imádom, hogy Csabi odaadta neked a sós meg hagymás vizet. Jó, ettől hányni fog. Odaadja. Nem az, hogy felemelted a vizet, már hallottuk. Elsőre, nézem, mondom, ez meleg. Tehát már a pohárból érsz, hogy ez meleg víz. Mondom, jó, tudom, a hűtő, vagy jön azt, hogy mikróba gyerek. Beleszlorföltem, éreztem, hogy baszott só... Azonnal kiköptem. Mondtam, hogy hallod, öcsém, rendes vizet hozzám. Hánytam egyet. Mondtam, hogy... Egyet? Egyet. Mondtam, hozzatok rendes vizet. Azt mondta, jó. Csabi hozott hideg vizet, ugyanúgy megsózva. Már nem érdekelt, mert a szájamon át így vettem a levegőt. Kapkodott az életét, a gyerek, geci. Csagoltam, realizáltam, hogy sós, le se tudtam tenni a porrat, ki se tudtam köpni, lement, abban a pillanatban, ahogy leért, rögtön jött fel, hánytam, vagy szerintem 3 percen keresztül. Mert aztán ugyanígy, így ahogy vagyok, így beültem a székbe. Igen. Így. És... Abban már portányban. Beültem, videón is láttatok, meghallgattam 2 Manuel számot, aztán Ákossal beültünk, headbangeltünk egy Bring Me the Horizon, és éber vagyok, bot. Ennyi kellett, basz meg, egyszerűen már éber. Ahhoz képest egy órával ezelőtt, hogy néztem ki, most manöken vagyok, basz meg. Let's go. Ezt most veszed? Veszem. És miért? Ez az izé, aftermat a faszom, izé, VV3-nak, basz meg. Ó, te jó Isten. Mondjál valamit, Bozsa. Plagold a csatornát. OTL.inc Instagramon. 7 hours later. Tjú, hát az fix info, hogy... Az fix info, hogy ezt tegnap túltoltuk. Jó, szét vagyok, geci. Ez itt az évi... Országos buzi találkozó? Aha, nyomod, fasz? Ahogy Borá mondta tegnap, itt a CMT admin meeting. Let's go. Geci, a lelkemet elhagytam tegnap. Fasz.
Full buzik, bazd meg. Megint az anális izérről beszélgetnek. Ilyen tágításról, meg ilyenekre. Bazsa meg szerintem tudti, hogy be van neki ízve, hát nézzem már rá. Erre bolyat rölgetgetsz, szerintem arra felkeltünk volna. Arra kelt volna. Valószínűleg. Sziasztok! Hello! Hello! Mi a buzikáim? Gyors, hogy nézzek a parkolóba, behalsz a csem. Jó, ott fasz. Igen, de még utoljára legyen. Mi? Kajok csináltál, hogy itt lehet arra, hogy elfoglalja a Romániát? Na mi van, semmi, van kulcs, na mi van, semmi. Jó, hogy szállt. Na jó, egy élmény volt. Öröm volt. Ciao. Ciao. Jó van akkor. Bazd meg inkó. További szép napot. Bazd meg inkó. A csumi. Csumi, mit loptál el? Nem tudom, kérdezel miatt még utánod kell mennem. Jó, helyes. Tudom hol laksz. És mi lett? Megvársz akkor, vagy mi? Istenem. Ezek ott vannak a buzik. Tiszta homokosok. Meg soha, jó? Kussolj már el videózok, baszd meg!